A Háló Egyesület több mint 20 éve foglalkozik a magyar katolikus közösségekkel és a katolikus keresztény emberek közötti kapcsolatok erősítésével. Mindezt a munkát a Kárpát-medencében végzi. Ez évben, augusztus közepén, Balatonkenesén csaknem 500 résztvevővel rendezték meg a tábort. A Háló Egyesület az a Kárpát-medencében élő magyar katolikusokat, főleg a magyar katolikus fiatalokat fogja össze, és minden évben szerveznek egy tábort. A mi egyházmegyénkben most már másodszor vannak, emlékszem rá, egyszer már Csopakon találkoztunk velük, és hát egy nagyon jó szellemű társaság, ugye magyarok, katolikusok, fiatalok, állítólag lesznek most is 500-an. Vannak vallási programjaik is, amelyeket nagyon fontosnak tartanak. Most hétfőn elvileg 9 órakor nyilván egy kis csúszással lesz a tábor nyitó szentmise, amelynek az olvasmányai arról szólnak, hogy Jézus a szikla alapja a mi hitünknek, és ő rá kell építenünk. Úgyhogy én is majd erről fogok prédikálni, hogy aki Jézusra építi az életét, az szilárdan áll, aki pedig hát elhagyja őt, az kiteszi magát a erkölcsi és egyéb összeomlásnak. A Háló mozgalom egy egyesületi formában működő katolikus mozgalom. A hivatalos neve Keresztény Közösségfejlesztő, vagy Katolikus Közösségfejlesztő Egyesület, de mi úgy szoktuk nevezni, hogy Kárpát-medencei Magyar Katolikus Közösségek Hálózata. Az biztos, hogy egy igen lelkes társaság, mert amint hallottam, évente 70-80 különböző rendezvényt szerveznek az ország határain belül és kívül. Kik a résztvevők? A résztvevők a katolikus közösségekből jönnek, azokat képviselik. Bárki eljöhet a rendezvényeinkre, és tulajdonképpen a közösségi együttlétre próbálunk példákat mutatni, hogy emberek hogyan tudnak együtt lenni, az Urat dicsérni keresztény közösségben, beszélgetni különböző témákról, úgy, hogy az minőségi legyen és jó legyen. Ezekre próbálunk megoldást találni a rendezvényeinken, amelyekre attól függően, hogy hol rendezünk ezeket, attól függően hívunk résztvevőket. A Kárpát-medence 5 országában, minden nagyobb elcsatolt országában van bejegyzett civil szervezetünk, ahol lelkes, önkéntes munkatársaink, bogozóink helyben, helyi közösségekben szerveznek találkozókat. Ilyen háló találkozót a Kárpát-medencében összesen évente 70-80-at szervezünk.